Sziasztok! Ez itt a Tökéletlen Történelem, és ebben a videóban Nagy Lajos belpolitikájának hihetetlenül izgalmas történetét mutatjuk be nektek. Ha tetszenek a cicák, látogass el a webshopba, és válassz egyet az új kollekcióból, vagy támogathatsz minket a Patreonon is. A linkeket megtalálod a leírásban. Lajos a mozgalmas külpolitikája ellenére nagy gondot fordított az ország belső ügyeire is. Az 1370-es években kancelláriai reformot hajtott végre. A törvényhozásnál eddig a király és tanácsadói a hozott törvényeket oklevél formájában tették közzé. A királyi tanácsot ebben az időben a királyi család, a főpapok és a bárók alkották, akikkel Lajos döntéseit megvitatta. Az okleveleket a kancellária állította ki és hitelesítette. Eddig két ilyen kancelláriai tagozat működött. Az egyik a királyi titkos pecséttel, a másik a gyűrűs pecséttel hitelesítette az általa kiadott királyi okleveleket. 1371-ben a gyűrűs pecsétet kezelő tagozat megszűnt, a titkos pecsétet használó tagozatból pedig titkos kancellária lett, vezetője pedig a titkos kancellár. Ezt a címet eddig a kápolna ispán viselte, most azonban Demeter esztergomi püspök vette át az irányítását. Ez az új titkos kancellária lett a király bizalmas ügyeinek intézője. A peres ügyek elbírálására Lajos 1375-ben két hivatalt hozott létre. A kisebb ügyek ellátására állandó igazságügyi panasz felvevő hivatalt hozott létre, aminek az élén a kápolna ispán állt. A hivatal a középpecsétet használta, és feladata volt a panaszos ügyek meghallgatása és a peres ügyekben eljáró bíró kijelölése. Ezáltal Lajos irányítani tudta az egyes bíróságokat. A nagyobb ügyek elbírálására megszüntette a királyi különös jelenlét intézményét, ami azt jelentette, hogy a király évente néhány alkalommal személyesen hallgatta meg a peres ügyeket és hozott ítéletet. Helyette létrehozta a rendes bíróságot, melyet szintén Demeter püspök vezetett, mint főkancellár. Az ítéleteket a nagy pecséttel érvényesítették. 1351. november-december folyamán a Budán tartott országgyűlés eredményeképpen a nemesség megerősítette a királlyal az aranybulla 1222-es rendelkezéseit. Lajos ezt meg is tette egy cikkely kivételével. Eddig a nemes saját akarata alapján szabadon rendelkezhetett ősi birtoka felől, ha a nemzetsége kihalt. Ennek helyére lépett az úgynevezett ősiség törvénye, amely arról rendelkezik, hogy ha a nemesnek nincs közvetlen rokona, a birtok az oldalági hozzátartozókra száll, ha pedig oldalági rokon sincs, az ősi földbirtok visszaszáll a koronára. Ezzel Lajos a nemesi birtok elaprózódását kívánta megakadályozni. A dekrétum rendezte a különböző anyagi helyzetű nemesek kérdését, és kimondta, hogy vagyontól, birtoktól függetlenül egy és ugyanazon szabadságjogokat élveznek. Ezzel létrejött a nemesség jogi egysége. A király rendelkezett a kilenced, vagyis a nona kötelező vétételéről is. Ez a kilencedik tized volt, amit minden termény és bor után kellett fizetni a földesúr részére. A rendelkezés lényege a munkaerő megtartása volt a nagy pestis járvány után. A munkaerő értéke ekkor megnőtt, és gyakran előfordult, hogy a gazdag, tehetősebb nemesek úgy próbálták saját földjükre csábítani a parasztokat, hogy nem szedték be tőlük a kilencedet. A kilenced kötelező beszedése tehát a köznemesség érdekeit védte, hogy jobbágyaikat ne csábíthassák el a tehetősebb urak. Törvénybe foglalták az úri szék szokásjogát is, ami azt jelentette, hogy minden földesúr csak a saját jobbágya felett ítélkezhetett, más jobbágya fölött nem. A földbirtokosok nagyobb ügyekben is elnyerték a bíráskodási jogkört. Például emberölés és gyújtogatás esetében a földbirtokos akár halálos ítéletet is kiszabhatott a bűnösre. Ez volt az úgynevezett pallos jog. Károly Róbert és Nagy Lajos is élénk várospolitikát folytatott. Károly Róbert jó kapcsolata a városokkal 1310 körül kezdődött, amikor azok támogatták őt a tartományurakkal szemben. Károly Róbert és Nagy Lajos támogatásukért cserébe kiváltságokat adott például Sopron, Kolozsvár, Debrecen vagy Kassa városának. A városok évente egy összegben fizették meg az adót és katonákat adtak a királynak. Ez a várostámogató politika bekapcsolta Magyarországot a nyugati kereskedelembe.
a király, véd és kiváltság leveleket adományozott nyugati városok, például Aachen vagy Köln kereskedői számára, akik itthon telepedtek le, de a szoros kapcsolatot megtartották szülővárosukkal. A város felett önálló bíróság ítélkezett, ez volt a városbíróság élén a tárnokmesterrel. A tárnokmester külön városi jog szerint ítélkezett. Emellett egyes városok pallos joggal is rendelkeztek. Hamarosan elterjedt a városok címer használata is. Az első címert Buda és Esztergom használta. Az első ismert címer adományozás pedig 1365-ben történt Temesvár részére. Anjou királyaink alatt béke és biztonság uralkodott az országban, ami kedvezett a gazdasági és kulturális élet fejlődésének. Lajos uralkodásának 40 évéből 32-t Visegrádon töltött, majd Budára helyezte át székhelyét. Visegrádon újjáépítette a korábban leégett palotát és a hozzátartozó díszkutat, Budán pedig a Nagy Boldogasszony templomot, a mai Mátyás templomot nagy csarnokká bővítette. A várkastély mint építészeti stílus Lajos korában terjedt el. Diósgyőrött és Zólyomban is ilyen stílusú épületeket emelt. Az építkezések velejárójaként megjelent a gazdag fali képfestészet is. Magas színvonalú volt az anjoukori ötvösség is. Munkájuk számos nyugat-európai országba került ajándékként, például az Aacheni dómba. Jelentős az anjoukori krónikai írás is. Ennek leghíresebb darabja a Káti Márk által szerkesztett képes krónika. Lajos korában keletkezett az 1345 és 55 közötti időszakot feldolgozó Gesta. Szerzője ismeretlen, de nagy valószínűséggel Minorita szerzetes volt. Apród János Vita című munkájában pedig Lajos egész uralkodásának történetét feldolgozta. Lajos támogatta az oktatást és a műveltség elterjedését is. 1367. szeptember 1-én Magyarországi Egyetem született Pécsett. Ez volt az első magyarországi egyetem. Az egyetem létrejöttét 5. Orbán pápa bullával hagyta jóvá, és teológia kivételével mindenféle fakultást oktathattak. A lovagi kultúra a királyi udvarból terjedt el szerte az országban. Maga Lajos is arra törekedett, olyan lovagi erények megtestesítője legyen. Számos leírás tanúskodik arról, hogy a csatában merész volt, néha túlságosan is, jámbor volt a katolikus hitben, szívesen adakozott a szegényeknek, gyámolította a gyengéket és támogatta az egyházat. Lajos király 1382. szeptember 10-én halt meg. 6 nappal később Székesfehérvárot helyezték örök nyugalomra. Lajos volt az egyetlen magyar király, akit az utókor nagy jelzővel illetett. Szerteágazó külpolitikája, gazdaságot és városokat pártoló intézkedései valóban naggyá és halhatatlanná tették nevét. Köszönjük az adományokat Patreon támogatóinknak. Külön köszönjük császári adományozónknak, Kertész Ádámnak a nagy lelkű támogatást. Ha tetszett a videó, lájkold, oszd meg barátaiddal és kommentben írd meg, hogy mit látnál még szívesen ezen a csatornán. Hogy le ne maradj a következő videókról, iratkozz fel és kapcsold be az értesítéseket is. Sziasztok!